birkózók a Csallóközi Kupa ünnepélyes megnyitójára vonulnak be. Nem hiányozhatott a házigazda Dunaszerdahelyi Birkózóklub ezúttal 26 fős csapata sem. A klubnál 4-5 évvel ezelőtt megnövelték az edzések számát és elkezdték jobban népszerűsíteni a sportágat. Az eredmények már látszanak, mondta Haxer Roland klubelnök, aki májusban a Szlovák Birkózó Szövetség egyik alelnöke lett. Ma ott tartunk, hogy közel 50 fiatal birkózó látogatja az edzéseket, és ugyebár ennek az edzői munkának köszönhetőek azok az eredmények is, amelyek az elmúlt években a csapatot valamilyen szinten a szlovák legjobb 4 csapat közé lendítette az éves eredmények alapján. És úgy gondolom, hogy ezt a munkát látva az országban működő birkózóklubok egyesületek vezetője úgy ítélték meg, hogy bizalmat szavaznak. A mandátumunk októberben lejár, ezt az időt szeretnénk arra kihasználni, hogy a birkózó sportot az egész ország területén még jobban népszerűsítsük, valamint az ifjúságnevelés fontosságára szeretnénk hangsúlyt fektetni, és nagyon fontos természetesen a szakemberek továbbképzése, gondolok itt az edzőkre, gondolok itt a birkózó bírókra is, akiknek valamilyen szintű továbbképzési lehetőségeket biztosítsunk be a jövőben. A Dunaszerdahelyi klub versenyzője Farkas Krisztián a kadett fiúk 63 kg-os súlycsoportjában a második helyen végzett. Krisztián a közelmúltban súlycsoportot váltott. Tavaly 53 kg-ot birkóztam, és olyan így nőttem, és a súlyom is így ment fel. A januárban még 58-ban, de már a kadett válogatott szlovákbajnokságon már 63-ba indítottak. És már így nehéz lenne visszafogyni azért 58-ra már. Erősebbek vannak, kisebbek is, és itt meg azért fel kell még gyorsulnom, még alkalmazkodnom kell ehhez a súlycsoporthoz. A csepeli birkózás közel 90 éves sikeres múltra tekint vissza. A Csallóközi Kupára 4 versenyzővel érkeztek, 3 sportolójuk pedig a magyar kadett válogatott tagja volt. Elég kevés a szabadfogású verseny itt a környező országokban, nálunk is, és minden alkalmat megragadunk arra, hogy meg tudjuk magunkat mérettetni a külföldi versenyzőkkel. Tavaly csapatbajnokok voltunk, szabadfogásunk az országban nagyon erős, hát a kötött fogásban pedig most próbálunk felfejlődni. Cseppelen ugye van a labdarúgás, ami nagyon sok fiatalt elvisz. Ugye mindenki tudja, a birkózás nem egy egyszerű sport. A szülők azért kétszer meggondolják, hogy birkózónak adják el a gyerekeiket, de hát azért igyekszünk és megpróbáljuk az iskolákba, óvodákba összetoborozni a gyerekeket. Azért nem panaszkodunk, de hát azért lehetne több gyerekünk Cseppelen. A Dunaszerdahelyi Birkózóklub 5 első, 7 második és 4 harmadik helyet szerzett. Bacsfai Réka, Gál András, Csörgő Tamás, Gányovics Balázs és ifjabb Gál Attila lett aranyérmes. A csapatversenyt a házigazda klub nyerte, megelőzve a magyar válogatottat és a kassai csapatot.